Mazsorett előadással kezdődött az esemény, majd a verseny elején a résztvevők megkapták a darált húst, a fűszerezés után pedig hagyományos kézi töltővel tisztára mosott bélbe töltötték a megfűszerezett finomságot. Először is beszerezzük a húst, utána ledaráljuk, fűszerezzük. Apró paprika, só, bors, fokhagyma. Ezt így bevegyítsük, és jól összekeverjük. Utána következik a töltés, amit egy kolbásztöltő segítségével intézünk el. 34-8 fős csapat részvételével zajlott az idei kupuszinai kolbásztöltő verseny. A megmérettetésre a helyiek mellett Apatinból, Zomborból, valamint a magyarországi Ádándról is érkezett csapat. Első évben 22 csapattal indultunk, tavaly 24-5-tel, az idén 34-en vagyunk, tehát szaporodik a létszám, hála Istennek. Meg többen tudnak róla, megbátorodnak az emberek, meg egy jó szórakozás, egy összejövetel, társalgás. Ezek mellett még meghívtuk a kiárosítókat, akik többféle sajtkészítményeket, illetve házi készítményeket árulnak. Az ilyen jellegű falusi rendezvények mindig fontosak, éppen amiatt, mert általuk ki tud bontakozni a falusi élet íze, hangzott el az eseményen. Úgy gondolom, hogy halván egyébként, hogy ez a harmadik rendezvény folyamatosan nőli ki magát, és évente mind több látogatót vonz, tavaly is legalább 2000-en voltak, valószínűleg az idén is, vagy még többen is. Az eseményen résztvevő versenyzők és kézműves kiállítók amellett, hogy szórakoznak és ismerkednek, tapasztalatot is cserélhetnek egymással. Én nagyon régóta járom a nyugatbácskai körzetet, és nagyon szívesen jövök ide kupuszinára mindig. Azelőtt szaktanácsadóként jöttem ide, most pedig, mint a mezőség minisztérium államtitkára. És nagyon sok olyan termelővel, gazdával tudunk itt találkozni, falubelivel, akinek fontosak a helyi hagyományápoló rendezvények. A rendezvény jó hangulatáról a Temerini The End együttes gondoskodott.